Üdvözlet mindenkinek! Ebben a mai videómban a legszéleskörűbben felhasználható nemzetközi forgalmú személyi szedtem össze egy listába, és mutatnám be nektek pár szóban. A széleskörűen felhasználható alatt azt értem, hogy ezek azok a kocsik, amik a legnagyobb időbeni lefedéssel rendelkeznek, és a legtöbbféle szerelvényben elsüthetőek, felhasználhatóak. Ebben a listában most elsősorban az általam jelenleg birtokolt kocsikból válogattam. És itt most a gyári nagyszériás modellekről lesz szó. Kezdjük is el az első kocsival a PKP fekvőhelyes kocsiai számtalan vonatban megtalálhatóak az elmúlt 20-30 évben, de igazándiból itt a képen látható típusokat, ugye ezt az újabb PKP IC festésű kocsit jellemzően ilyen 2006-2007 után jelentek meg a hazai vaspályákon, különböző nemzetközi vonatokban. Előtte a régebbi vars feliratos festéssel közlekedtek ezek a kocsik. Ugye nekem kettő fajta ilyen kocsim van, az egyik a klasszikus Y kocsi, a másik pedig az Acme-nak a Z típusú kocsia. Mind a két kocsi nagyon sok nemzetközi vonatban közlekedett, sőt némelyikük ugye pont a Pico kocsia, például még a Balaton partjára is eljutott sima mezei keszthelyi Intercity vonatban. Helikon Intercity, Bátori, illetve a klasszikus Metropol Euronight, csak hogy pár olyan vonatot említsek, amikbe ezek a kocsik felhasználhatóak. Akár a régi, akár az új verzióval nagyon jól tudjuk színesíteni járműállományunkat szerintem. Az ÖBB Eurofima kocsik. Hát róluk is csak annyit kell elmondani, hogy ők is jártak már mindenféle szerelvényben, és majdnem az ország minden részében. Ugye alapvetően a 80-as évek végefelekeztek kezdtek el ők bejárni hozzánk, még ebbe a klasszikus narancs-fehér csíkos C1-es típusú festésbe, majd ezeket váltották ugye ezek a klasszikus bordó és szürke színű folusek, dizájnos kocsik. Ebben a gúnyában 2005-2006-ig járkáltak Magyarországra, de láttam már 2007-es képet is, amikor még ebben a szép kis bordó szürke dizájnban közlekedtek. Utána pedig lecserélte ezt a dizájnt az újabb szürke-piros színű upgrading design, ugyanezek a kocsik maradtak, ezekkel pedig a következő évek során jártak ugye a railjetek tömeges megjelenéséig. Azóta annyira már nem jár be ez a típus hozzánk, de azért egy-egy nemzetközi vonatban előfordult még így a 2009-2010-es nagy railjetesítés után is. Ez az a kocsi típus, amiről a Roko megszámlálhatatlan bőrt húzott az elmúlt 30-35 év alatt, amióta létezik, és hát ugye sajnos ugye az előző videóban is beszéltem róla ott a gyeseves kocsik kapcsán, hogy ezeket a kocsikat ugye ugyanúgy a régi ajtóval, a régi ablak sorral adja el őket, csak újabb festésben. Ettől függetlenül 4. és 5. korszakos verziójuk az teljesen modellhű, nagyon jól néz ki, ez az a régi klasszikus rokód minőség is természetesen. Számtalan nemzetközi vonatban fordultak elő ezek a kocsik, akár a Lehar eurocity Dácsiában, Avalában, Kálmán Imrébe, és még számos más vonatban elsüthetőek ezek a kocsik. Az orosz hálókocsi. Ez a zöld valami, ez mindenben is járt. Igazándiból a pályafutásokat szerintem a Tisza Expressbe kezdték, még a 80-as évek környékén, aztán szépen átsorogtak gyakorlatilag minden Magyarországon áthaladó keletről nyugatra tartó vonatba. Lehet ilyenekkel találkozni a Venéziába, lehetett találkozni ilyenekkel még annak idején a Mistralban, Meridian Expressbe, de előfordultak a Csehországba tartó vonatokba és a Németországba tartó nemzetközi vonatokba. Is. Ez a kocsi gyakorlatilag egy álló csillag, 2007-2008-ban is még közlekedtek ilyen régi zöld festésű kocsik, természetesen akkor már nem SD, hanem RZD felirattal, és nem volt rajtuk az a sarló kalapácsos logó sem. Ugye a Tillig gyártja ezt a kocsit, illetve mostanában jelent meg az acme is, nekem a Tillig féle kocsi van meg. Ez még az a fajta Tillig, ami ugyan nem hozza azt a szintet, mint amit a az újonnan kiadott Acme kocsi, de azért teljesen vállalható a mai napig a, a, terepasztalon szerintem. A MÁV KAF kocsik. Szerintem az egyik legmeghatározóbb nemzetközi kocsi típusa ez a MÁV-nak, illetve a más startnak. Gyakorlatilag ugye a 94-es megjelenésük óta számtalan nemzetközi vonatban bejárták majdnem egész Európát, nagyon messzire is eljutottak, hogyha jól tudom, még a Párizsi közlekedő vonatokba is volt ilyen kafkocsi, de Németországba, Ausztriába, Szlovákiába, Lengyelországba, Csehországba, Olaszországba, Szlovéniába, Svájcba, és szerintem még Horvátországba is jutott el ilyen kocsi a különböző vonatok basorozva. Úgyhogy tényleg egy abszolútán -e nagyon jól felhasználható jármű. Többféle kiadása van, ugye van az NMI-nek a verziója, illetve az AKMÉ-nak. Utóbbi szebb, illetve a belsője is kidolgozott, még előbbi régen azzal hívta föl magára a figyelmet, hogy olcsó volt, cserébe nem volt kidolgozott kiszakadozva a belseje, és voltak apró bakik rajta, mint például a lépcső. Szerencsére az évek folyamán mindkét gyártó végig zongorázta mind a klasszikus mávos, mind a már startos verziókat, és most tartunk ugye az újonnan arculat frissített mávos kocsiknál az új szintervel, ezekből is lehet már kapni. Nekem egyébként személy szerint a klasszikus 5. korszakos mávos verzió jön be a legjobban, a régi osztályjelöléssel, a régi színekkel. Szerintem az egyik legszebb Kocsi. Ebből is a top-top az az első osztályú jármű, ami nekem személy szerint nagyon tetszik. Ha megnézzük, az elmúlt több mint 25 évből a nemzetközi vonatokat gyakorlatilag nagyon-nagyon nagy választék van, amikbe fel tudjuk őket használni. Szerencsések vagyunk szerintem, hogy ebből a kocsi típusból tényleg mindenféle variáció létezik, és kedvünkre válogathatunk abba, hogy melyik szerelvénybe, melyik kocsit sorozzuk be és akkor következzék a Jokerek Jokere, a klasszikus máv bauceni étkezőkocsi. Hát ez az a kocsi, amit 1980-as évek közepétől gyakorlatilag 2006-2007-ig ebben a verzióban, ami nekem megvan, ugye a klasszikus mávos, mindenbe is el lehet sütni. Nemzetközi gyorsvonatok, eurocity Belföldi gyorsvonatok és belföldi intercity is tartalmaztak ilyen kocsit ebben az időszakban, igazándiból a étkező kocsi volt egy vonatba, akkor nagy valószínűséggel abba előfordulhatott ilyen bauceni kocsi, úgyhogy tényleg a lehető leguniverzálisabban felhasználható kocsia ez jelenleg így a személykocsi parkomnak. Annyit érdemes tudni ezekről a kocsikról, hogy ugye a Tillig gyártotta ezeket a járműveket, illetve korábban Sachsen név alatt futott ugyanez a gyártó. A kidolgozásuk az messze nem olyan jó, mint mondjuk egy ák Kav kocsié. A tetőn láthatóak némi illesztési hézagok, főleg a kocsi Végeknél, illetve olyan kis egyszerű az alváza is, meg, meg, minden részlete a kocsinak, gyárilag nem is festett például a belső berendezése, viszont a mai napig szerintem abszolút -e megállja a helyét a legtöbb szerelvényben, és egy igazi exakt kocsinak lehetünk a tulajdonosai, hogyha egy ilyet beszerzünk. Tényleg nagyon sokféle vonatban föl lehet őt használni, így megkockáztatom, hogy ő a leges leginkább univerzális darabja a gyűjteményemnek nektek mi a véleményetek erről a listáról, illetve írjátok meg a komment szekcióban, hogy mi a ti kedvenc kocsitok, kocsi típusotok. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!